szomorú, tragikus zene. De bazd meg, ez amúgy ez tényleg szomorú. Ebben a videóban két tragikus dolgot akarok bejelenteni. Az egyik az, hogy ebben a videóban lesz utoljára rajtam ez a fejkendő. Búcsúzzatok el, nem lesz már rajtam többet fejkendő, nem lesz többet Wall Street copy. 5000-re. De helyette... Hashtag bazmuszt ez a chatbe. Ez lesz helyette. Ez lesz az új fejkendőm. Illik hozzám. Leírja a csatornám lényegét, hogy mit hasznak videózok még mindig. Hozzám illik, tényleg. A legtragikusabb dolog, ami történt a napokban, az, hogy élőadásban voltam a live csatornám. Itt akartam live-olni júliusban, de hát a YouTube letiltott. Chilleztem, beszélgettem, és az volt, hogy eszembe jutott, hogy megnézem, hogy kaptam-e valami e-mailt, vagy üzenetet, vagy Instán valami követés, és akkor beolvasom élőadásba. És körülbelül így képzeljétek el, hogy megnyitottam a telefonomat, és akkor kaptam egy értesítést, hogy Alek Csigé feltöltött egy videót. Akkor nem vagyok rá feliratkozva. Na mindegy, mondom, akkor rányomok az értesítésre és megnézem, mert amikor megláttam ezt, hogy nap mint nap jönnek a videók rendesen, és 8 percesek. Hogy lehetek 8 perces videói Alex Csigé Gamingnek, aki közismert, hogy minden 10 perces videója van, és reklámba teli. Itt van. Bálint vásárolt a hugom, a barátom és a haverom. Itt van a videó, látszik, hogy 8 perc, 32 másodperc, és 8 perces, ami azt jelenti, hogy nem lehet beletenni reklámot. Alex Gaming Csigér az 2-3 reklámot beletett a videóba, ami 8 perc. A többi videója is 8 perces, és rákattintunk egyen, nézzétek, hát ez jobban kit érdekel. Ezt nem hiszem el. Hát ezekben is reklám van, 4 reklám van ebben a videóban is. Szerintem jogosan teszem fel a kérdést. Ahogy ismerjük XP-t, Dark Zone-t, vagy bármilyen ilyen Minecraft-os clickbait-es videót, mindegyik videója 10 perces, épp hogy 10 percet elérő, vagy ott van már Lancsó Péter, de a Left 4 Dead Gaming az egy full hacker szerintem. Nem csak Cségóba hacker, meg PUBG-ba, még a YouTube-on is. Hát 200 millió IQ-val rendelkező lény. Egyszerűen depresszióba estem, szóval most enni fogok egy boci csokit, ami éjcsokoládé, ebben is megmutatna, hogy milyen a kedvem. Eléggé keserű kedvem van. Ez legyen a legkevesebb. Erre meg a YouTube letiltotta a élőadásomat teljesen, és nem tudok élőadásozni, mert hanganyag volt a videóban. Itt van a screenshot, ha valaki nem hiszi el, meg itt van az, hogy nem tudok már élőadásozni se a live csatornán, mert 30 másodpercet meghallgattam egy Alex Csigé Gaming videóba. 2020 van, és még hanganyag ba se lehet véleményt alkotni egy videósról. Nem, hogy képanyagba vagy videót nézek róla, és jó felismeri az arcát a YouTube. És ő például fellebbez azért, mert a videóba szerepel, és egy olyan véleményt mondtam, ami trágár vagy valami, az még úgy oké, hogy a videós lebbez fel, és akkor a YouTube rendszere szerint ez sérti a jogokat, vagy valami. Oké. De véleményesen mondtam, hogy az legyen az oka, hogy letörölte a live-omat, mert még szóhoz se tudtam jutni. 30 másodperc eltelt a videójában, még meg se tudtam állítani, hogy elmondjak egy véleményt, hogy Jézusom, ez cringe vagy valami, vagy személyeskedni. Nem. Egyáltalán még véleményt se tudtam alkotni, mert már noku volt az előadás. YouTube nem egyből törli le, hanem ugye lehet fellebezni, de a fellebezés, hát őszinte a fellebezésről ne is beszéljünk. A fellebezés, az nem fellebezés. Itt van, hát angolul írta le, és akkor mondta, hogy lehet fellebbezni. Fellebbeztem, angolul írtam le, hogy légy szíves, kérem vissza a videót, mert, vagy a live-omat, mert egyszerűen semmi trágádolva sem mondta, semmit se tettem, ami sérteni a szabályokat. Irányelveket nem sértettem, semmi se, és fellebbeztem. Hát a fellebbezés annyi volt, hogy eltelt 5 perc, ahogy elküldtem ezt a kis levélt. Köszönjük, hogy értesítettél, és valami hibát észlettél, de le lesz törölve az élő adásod, mert valami sértettél mégis. Hát akkor mi a rák értelme volt ennek? Akkor a fellebezés minek van? 5 perc alatt hogy tudták újra nézni az egész live-omat? Nem tudom, ami fél órás volt. Véletlenül megszólal a live-omba a buszon ülök, és valaki pont megnyissa a Alex Csigé Gaming videóját, egyből letiltte a YouTube egy csaj miatt, mert Alex Csigé! Remélem ezt megértettétek, szóval most ezt a fejkendőt akkor le is veszem, és akkor ebben végig lesz ennek a videónak. Legyen csodálatos, szép napon, és nézzetek Alex Csigé Gaming-et. De csak ne live-ba. Ja.